Utolsó percekben értük el ezt a fantasztikus, szenzációs győzelmet a Galaciak ellen. A 80. perc környékén mire gondolt a vezetőedző? Hát azokban a pillanatokban inkább bennem egy frusztráció volt, mert azért átgondoltam, hogy az egész mérkőzést, mondhatom azt, hogy nagyon jó meccset csináltunk egy nagyon jó csapat ellen, aki tényleg fizikálisan tényleg dominálja azért a román futballt is. Ők is azért egy kicsit most kicsit hullámbőben vannak, de attól eltekintve látszik, hogy egy jó felkészített, egy jó fizikálisan, jó erős csapat. Örvendek, hogy tényleg olyan mentalitása van a csapatomnak, hogy utolsó percig küzdenek. Általában ilyenkor jó Isten is visszaadja azt, amit elvesztettél, mondhatom azt, amit elvesztettünk, mivel négy szituációba kerültünk középről a kapusra szemben, amit nem tudtunk befejezni. Inkább azt mondhatom, hogy az volt bennem a frusztráció, mert tényleg megérdemeltünk volna többet azokból a helyzetekből. Viszont jött az utolsó pillanatok, amit tényleg mondhatom azt, hogy ez egy ajándék számunkra, ez egy nagyon óriási lépést tettünk a továbbításhoz. Persze ehhez kell a következő mérkőzésen is Gyulafehérváron nyerjünk, hogy esélyünk legyen a továbbításra. Mennyire kedveli egy vezetőedző az, hogy utolsó 5 percben fordítsa meg a csapat? A nézőknek biztos, hogy jó szórakozást nyújtott. Hát biztos, hogy a közönségnek élvezetes volt, azért egy első ligás csapat ellen játszottál. Én is örvendek, hogy tényleg most már hétről hétre játékosok bizonyítanak, úgyhogy nem csak a másodosztályban, hanem sikerült már két első ligás csapatot is a kupába lefektessünk. Úgyhogy ez azt bizonyítja, hogy a csapatban van minőség, van felfogás, jó hozzáállás. Mindenki azért kiteszi magát, úgy az elsőtől, úgy az utolsóig. Nem számít, hogy ki kezd, vagy ki jön be. Inkább annak örülnek, akik bejönnek, tényleg azok olyan pozitívan jönnek be, és tényleg olyan jó, mondhatom azt, hogy nincs kezdő csapatban, nincsen cserejátékos, és ez számomra ez csak továbbra is biztató így. Több mint 2000 ember jött ki erre a mérkőzésre. Bizonyítandó azt, hogy ez Csíkszeredában is szeretik a jó focit, mit gondolsz erről? Így van, én például szeretném, hogyha tényleg minél többen kijönnének, mert azért volt a csapattal is egy elbeszélgetésünk, és hiányolnak ő is, azért úgy gondolom, hogy most ebben a helyzetben, ahol vagyunk, hogy első helyen, és tényleg győztes meccseket csinálunk úgy itt, mint idegenben, én is úgy gondolom, hogy többet várnék el, úgyhogy szeretném, hogyha többen bízhatnák a játékosokat, mert azért a ma este is a Sloboz ellen és első ligás csapatok ellen, amikor játszottunk, tényleg akkor kijöttek nagy számba, és ez egy játékosnak, ez egy löket hátulós, nagyon-nagyon fontos, hogy érezzék ért a játékos is azért, hogy a futballisták ne azért a 300-400 ezer előtt játszódják, mert akkor nincsen meg a foci hangulat. Úgyhogy remélem, hogy kicsit megmozdítsuk evel a csíki közönséget, és remélem a következő mérkőzésekre többen ki fognak jönni, és szeretném, ha tényleg hátulról így biztossák a fiúkot, mint a ma este. Hú, hát ez egy fantasztikus mérkőzés volt. De sajnos nem tudtad végigjátszani ugyan, de hogyan tűnt neked a pályáról? Az első félben nem úgy kezdtük, hogy szerettük volna. Tudtuk, hogy ez egy nagyon erős, kemény csapat fizikálisan, és felülmúltak minket, hogy az elején gólt is kaptunk. Viszont szerencsére a második félben sikerült a végén megfordítani. Fantasztikusan játszott a csapat, ebből is látszik, hogy van stabilis összetartása a csapaton belül és az öltözőben, és kijött megint a pályán. Tehát ezt próbáljuk hétről hétre folytatni, és nem tartjuk itt. Áldozatokkal is járt ez a mérkőzés, annyira nagy csata volt a pályán, többek közt te sem maradtál egészséges. Mi történt egészen pontosan? Én ugye veszítettem egy labdát a félpályán, nem becsúsztam, sajnos szerencsétlenül csúsztam be. Szintén ugye ez most, hogy mindenkin mondjuk ilyen a fáradtság, nyilván ugye sok meccs van, de hát ezt próbáljuk ugye megelőzni, próbáljuk ugyanígy kezelni, és utána megfolytatjuk azt, amit tudunk. Kinn volt most a mérkőzésen több mint 2000 ember, mit gondolsz erről? Fantasztikus érzés, jó itthon játszani ugye a pályán, ugye a hazai nézők előtt, ugye az atmoszféra, ez szerintem nagyon kevés helyen ilyen, amilyen itt. Nagyon jó érzés, libabőrös konkrétan, és szerencsére ugye tudtunk még nyerni, és a végén hallgatottuk mint a Székely himnuszt. Mr. Dezamagyire Mare, în ultimul minut, așa nu v-aș așteptat nici dumneavoastră? Nu este vorba de ultimul minut, este vorba de ultimele trei jocuri în care putem să spunem că
ceva nu funcționează la noi, pentru că nu mi-aduc aminte ca echipa mea să primească 3 înfrângeri consecutive una după alta, dar așa este în fotbal. Azi a fost, din punctul meu de vedere, surprinzător acest rezultat, pentru că chiar dacă am jucat cu o echipă care conduce Liga a doua, adică se Liga a doua detașat, nu ne-a pus foarte mari probleme. Am pierdut pe inexactitatea noastră, pe greșelile personale, cum a fost și la alte jocuri, dar îmi asum pentru că trebuie să găsesc soluție cât mai repede să ieșim de această pasă proastă. Ce se întâmplă? În fotbal este totul posibil. Ți-a întâmplat greșeală de marcaj, greșeală de poziționare, penalti venit de nimic. Sunt lucruri care țin strict de bucătăria noastră internă acolo, care că mâine am discuții cu băieții, pentru că în câteva zile ne așteaptă un joc foarte greu la Iași. Eu sper să ieșim din această perioadă grea care o trecem. Dar eu totuși am încredere în jucătorii care au rămas sau am la dispoziție, pentru că după cum ați văzut și ce sot s-a accentat. A fost tot timpul un obiectiv, dar după acest rezultat trebuie să câștigăm celelalte două jocuri obligatoriu. Adică jocul cu la Vâlcea și acasă cu Sepsi. Și înainte de joc și în acest an am visat foarte mult, dar eu sper că această perioadă grea care o trecem să treacă cât mai repede.